1950-ben születtem, én már Szekszárdon, 5 évvel gyakorlatilag a svábok kitelepítését követően, és azért még gyerekként éreztem ennek a szegénységnek, ennek a kiszolgáltatottságnak a hatását, és azt láttam, hogy éjjel-nappal dolgoznak a szüleim azért, hogy valamire jussanak. És 53-ban már szőlőt tudtak vásárolni, meg egy kicsi házat. Én még részt vettem kézijaratásban, mint kötélteregető kisgyerek, és a nagyon-nagyon sok munka ellenére is a svábokra jellemző a vidámság. Tehát az, hogy én még egész kisgyerekként már részt vehettem sváb bálba, először csak olyanokban, amikor egy szobát egy család kipakolt, és akkor volt 8-10 házas pár a baráti kör, akik részt vettek, akkor az akkori zenekar egy harmonikából, meg egy klarinétből állt, a legendás Schuller Miska bácsi, meg a Gúd János bácsi. És 58-ban, 8 évesen már részt vettem egy igazi nagy sváb bálon, ahol fúvó zenekar volt, és az pont a Szent István háznak a nagy termébe került megrendezésre, ez egy óriási élmény volt. 1983-ban a Langenau-ba Kakasról kitelepített svábok meghívták a kórust egy vendégszereplésre, úgyhogy családoknál laktunk, és ott pont folyt egy sörfesztivál, ami engem nagyon-nagyon megfogott, és azt mondtam, hogy addig nem halok meg, ameddig egy ilyet nem fogok rendezni Szekszárdon. Hát ennek az eredménye lett, hogy amikor 1990-ben megalakult a Német Egyesület, akkor nekem az első dolgom az volt, hogy az első elnökségi ülésen felvetettem, hogy Pünkösdi Fesztivált kéne rendezni. Hát néztek nagy szemekkel rám, mert ez nem tűnt olyan egyszerűnek, de ugye akkor már egy egyesület állt mögöttem, és hát végül is az érveimet elfogadták, és ennek nekimentünk, és 21-et csináltunk egymás után. Nagyon fontos volt ugye a rendszerváltás után az egyesületi törvény, mikor meg tudott alakulni az egyesület, ott ismerkedtem meg a barátommal, dr. Józan Illing Mihállyal, akivel hát nagyon, nagyon eredményesen tudunk, azt gondolom, együtt dolgozni. Ő az ideológiát gyártja, meg a politikát csinálja, én pedig a gyakorlati dolgokat intézem. A másik pedig, ami nagyon-nagyon fontos, hogy sikerült, úgy gondolom, hogy sikerült egy nagyon jó utánpótlást kinevelni, mert ez nagyon fontos, hiszen már mi is már 70-es éveink felé közeledünk. Ugye a szüleink már kihaltak, és gyakorlatilag a klasszikus svábságot már mi képviseljük, illetve az utánunk következők, akiket sikerült meggyőzni, hogy mennyire fontos ez a németek identitástudata, a hagyományainak az ápolása, és hála Istennek az önkormányzat megkapta a üzemeltetési jogot a Wunderland óvodába, szerintem a város legjobb óvodája, és hát nagyon sok segítséget kapunk Németországból. Nem vagyok hozzászokva, hogy megköszönik ezeket a munkákat, de nem is várom el, de minden esetre az, hogy gondoltak rám, hogy ezzel is elismerik, ez igazán jó esik.